Egy berendezett lakásból indulunk, három irányból köszönnek ránk a táblák, hogy hello. Previously on Grindr. Checkpoint című, a pályán van checkpoint, ahogy továbbmész, úgy aktiválódik, így nem kell minden feladatot újra teljesíteni. Amikor kijössz levegőzni, megszólal a telefon, az egyik barátod, honaz. Eljössz ma bulizni velem? Adam, azt gondolom én vagyok. Ja, jól hangzik. Az arra pedig nem volt semmi utalás, nem tudtam, hogy kelleni fog-e, úgyhogy nem akartam tolvajnak tűnni és benne hagytam. Két darab arany per fő, ha ketten vagytok, akkor akció, egy darab arany per fő, és kész, ennyi, nem lehet visszamenni, nincs nálam arany. A dealer hozzánk szól, hé, pszt, itt van a fejem fölött a cucc, próbáld ki, aztán zuhanás, meghalok, és a pályán kívül éledek fel. Ennyi, gyerekek. Sziasztok! A 36. darálóban két pályát mutattam be, az első az új évi Adventure Map volt. Egy ponton sajnos zsákutcába kerültem, ezért azt mondtam a készítőnek, hogyha elküldi kijavítva a pályát, akkor megnézem újra, és most jött el az idő. A történet úgy kezdődött, hogy megbeszéltem a barátommal, hogy elmegyünk bulizni. Aztán el is mentünk bulizni, ott valami drogot beszedtem, aztán képszakadás, sőt meg is haltam, és ugye a pályán kívül élettem föl. Úgy döntöttem, nem kezdem előről a pályát, folytatom onnan, ahol abba hagytam. Szóval én mindenképpen javaslom, hogy nézzétek meg újra a 36. részt, hogy pontosan tudjátok, mi történt idáig. Link a leírásban. Amíg az új pályán eljutottam eddig a pontig, észrevettem, hogy voltak javítások. Például a kiírásban nézzétek meg, szépen rendezve van a szöveg, nagybetűvel kezdődik a mondat, van a végén írásjel, a John szót is sikerült leírni, ingyenesd. Hát azért nem sikerült mindent kijavítani. Ezúttal minden tárgyat kivettem a ládákból, úgyhogy volt pénzem a belépőre. Tehát itt tartottunk, most be vagyok lőve, zombi meg nyerménytábla. Most próbáltam átmenni a lyukon, de nem sikerült, szóval zuhanás, aztán halál, közben 50 helyre elteleportálok. Végül megállok egy helyen, és közben egy komplett novella íródik ki a csetre, te jó ég, ez eddig a rekord. Olyan fél perc keresgélés után sikerül megtalálni a szöveg elejét. Tehát az előző szöveg vége az, hogy a diszkóban mondta a dealer, hogy 5 arany elég olcsóv, utána vagy 50-szer megváltozott a játékmódom, tehát következő nap 12-13-kor, ja de erős volt ez a cucc, nem is tudtam mi az, nem kellett volna, mert arra emlékszem, hogy fú, ez a szöveg kimaradt a javításból, teljesen össze vannak mosva a mondatok. Tehát nagyon erős volt ez a cucc, nem kellett volna beszednem, gondolom, mert arra emlékszem, hogy lefeküdtem valakivel, és szét K csillag-csillag-csillag a száját, meg a P csillag-csillag-csillag át is. Hát ez... bájos. Na mindegy, megyek, iszok egy pohár tejet, az e-mailgés ellen, csak azt nem tudom, hogy mi lett a barátommal. Na mindjárt felhívom. Nem, midjárt felhívom. Erre mondja John, miért ez a francos üzenet rögzítő kapcsol be? Na mindegy, hagyok üzenetet. Üzenet rögzítő, a síp szó után kérem hagyjon üzenete. Köszönöm. 300 perccel később megszólal a telefon, egy ismeretlen szám az. Pont, pont, pont. John, jó napot, ki az? Erre Adam, szia John, itt vagyok a rendőrségen, elkaptak, mert este valami baromságot csináltam, és megtalálták a szert nálam, amit este használtunk, nagy pázban vagyunk. És most honnan hívsz? A rendőrségről, de a rendőrök rólad is tudnak. De hát honnan? Tőlem. De hát miért? Mert kiraboltál. Rendes barátok, mi? Ez igen. De az ügy megoldható, én elrejtetem a nyomot a nedőrbe. Ha ezt megsemmisíted, akkor mindketten kijutunk a kotterből, kotterből. De ha nem, akkor mindent rátkenek, hogy te vitél bele ebbe az egészbe, és az ügyvédem elintézi, hogy életfogytiglant kapj. Jó, akkor megszerzem a vacak nyomot, de barátok többé nem leszünk, mert egy barát ilyennel nem zsarolna. Az konkrét, tehát most így John kirabol, és akkor még neki áll följebb, hogy nem zsarolna egy barátot, hát érdekes emberek. Aztán Adam mondja,
ok, nem is fontos a barátságunk, csak úgy is kihasználtalak volna. Ez egyre jobb. Na de mindegy, a nyomhoz a kereszt apám által épített 2007 réges-régen bezárt egy mapján juthatsz el, ami tele van unalmas jumppal és szokványos feladatokkal. Régen ezek voltak a legjobb feladatok, de most már kimentek a divatból. Csak hogy kínozzalak. Muhahahahaha. Erre John ne, és ezzel lecsapja a telefont. Aztán még valahogy mégis mondja, nem értem, hogy tud ennyire kihasználni ez a semmire kellő Adam. Na, nem érdekes, nem szeretnék életfogytiglant, mert a többi nagymenő szétverne, mert gyenge vagyok. Ez hogy tudja mondani, ha lecsapta a telefont? Én vagyok John, és tényleg ott van a következő mondatban a magyarázat. Csabusa, ha nem tudtad, te vagy John. Ha most össze vagytok zavarodva, az teljesen normális. Mikor először játszottam a pályán, én voltam Adam. Tehát amikor először beszélgettem vele, akkor úgy írta, hogy John hívott, illetve ott még Honnak hívták. Aztán visszanéztem, és tényleg kicserélte a neveket, most Adam hívott, tehát én vagyok John. Valószínűleg ez egy bug volt a pályán, ő is valahol összekeverte a neveket. Nem baj, végre tisztázott, most már tudjuk, én vagyok John. Tehát gondoljuk át újra, most én vagyok John. Valahol fölébredtem, nem tudom hol vagyok, megpróbáltam fölhívni Adamet, de az üzenetrögzítő vette föl. Aztán később, egészen pontosan 300 perccel, ő hívott fel engem a rendőrségről, elkapták őt, mert drogoztunk. De beárult engem is, mert én kiraboltam őt, és a nyomokat elrejtett a Netherbe, és most nekem kell mennem visszaszerezni a nyomokat Adam keresztapjának kalandpályáján keresztül, amin a szokványos falatok vannak. Hú. Szóval most itt tartunk, ezért elindulok, remélem nem fogok kikészülni annyira, ja, és remélem nem halok meg. Kicsit körülnéztem, volt valami padlóba süllyesztett ágy egy fejjel, meg egy felálló karral. Aztán aktiváltam egy nyomólapot, megint teleportáltam össze-vissza, megint megjelent a novella, és visszakerültem a kezdőházba, amiről már nem tudom, hogy ez az én házam, vagy Adam háza, vagy nem tudom. Mert ugye úgy kezdődik a pálya, hogy kimegyek ebből a házból és elteleportál egy másikhoz, amit John vett meg a takarítónőtől, azt hiszem, de most én vagyok John, akkor azt én vettem, meg az az enyém, akkor most két házam van, vagy ez nem is az én házam. Szóval már nem tudom, mi van. A zseniális könyvek még mindig megvannak, viszont a tárgyaimat elvesztettem. Mindig néz fel! Így egy kicsit nehéz játszani, de szerencsére nem volt olyan nehéz kiszúrni azt a ládát. Utána egy kis terem. Emlékszel, milyen szavak voltak írva egyes helyeken? Nincs kérdője, de gondolom kérdés akart lenni. Az a vicces, hogy annyira nem illettek oda azok a szavak, hogy úgy meg is maradtak, tehát ki tudtam őket választani. Az ajtó mögött egy tágasabb terem, nagyon parkúr szaga van, és egy tábla, ugrálj át a homokkó veke. Ez biztos egy rejtvény akar lenni, a tippeket lehet írni a videó alá. Nem szeretjük a felesleges, főleg a nehéz parkúrokat, úgyhogy úgy döntöttem megpróbálom, de az első rontás után váltok játékmódot. Eddig tartott, de ebben a pillanatban kiszúrtam egy ajtót, úgyhogy előbb oda mentem. Odállt egy kis terem, mindjárt rám csapják a blokkot, utána két tábla, az egyiken csapdába estél, üsd ki a táblákat. A ládában egy kis szemét, nem csak vasajtó, dugattyúk is vannak, extra biztonságos, úgyhogy elkezdtem kiütni a táblákat. Szépen ki is ütöttem a táblákat, le is estek a sóderek, és így egy még kisebb helyre lettem összezárva, úgyhogy ennyi. Egyébként még azt megpróbáltam, hogy a sódert is kiütöttem, de csak a pályán kívülre vezetett, úgyhogy... Megint csak azt tudom mondani, ha a készítő kijavítja, akkor innen folytatom a pályát. Hát megint láttunk egy kicsit a pályából, azért megpróbálok valamit erre a szakaszra mondani. Tetszettek a javítások, hogy kijavította a helyesírási hibákat, meg hogy tisztáztuk végre, hogy ki is vagyok. Bár én elsiklottam fölötte, mert az előző rész miatt már automatikusan úgy vettem, hogy én vagyok Adam. A történet még mindig érdekes, no nem azért, mert olyan diszkóba járós típus vagyok, hanem még nem találkoztam ilyen pályával. Ugyanakkor itt már kezdett egy kicsit keszekusza lenni, tehát rendőrségre került, megloptam, tehát hogy milyen barátok vagyunk, meg hogy a Netherbe dugj el a nyomokat, én meg menjek, hogy tisztázzuk egymást, de az neki miért jó, tehát nekem kezdett egy kicsit olyan keszekusza lenni, zagyva. Aztán a másik, szerintem túl sok volt a teleport, kevesebbet kellett volna használni. Nagyon megkavaró tud lenni, amikor hirtelen kirántjátok valahonnan az embert egy teljesen másik helyre.
Ez volt az új évi Adventure Map második része. A kézikönyv óvjon.